sikeresen kezdődő szezonra számítunk. Ugye a koronavírus megpecsételte ezt az évet, úgymond, és az új szezon is szerintem ennek a jegyében fog telni, hogy mondhatnám azt, hogy túlélés, aki ugye most pozitív lesz esetleg a csapatokból, ő kiesik egy jó pár hétre, úgyhogy mindenki abból főz, amilyen van. De az új szezonnal úgy vágunk neki, hogy ugye az ötös játékosunk most nincs, én fogok többet ötöst játszani, és ugye a Bennyre fog több szerep hárulni. Csatlakozni fog hozzánk, úgy néz ki, valaki a jövő hét folyamán, de még nem edz velünk, és még nincs itt, szóval ő nem lesz a pénteki fordulóban. Úgyhogy neki megyünk a Kecskemétnek, lesz ami lesz, és megpróbálunk győzni. Ez egy annyira csonka előszezon is volt, hogy tényleg mindenhol olvasod, mindenhol van beteg, és ő ugye már akkor a csapattal nem készülhet, akkor karanténbe kerül a játékos, több játékos, lásd például most az Albakom, vagy a Pécs, amilyen, amiben beleestek végül is, és erről nem tehetsz róla. Itt most, hogy kollektív tesztelés van ugye az országban, most fog igazán eldőlni az, hogy kire lehet számítani igazából, és kire nem. Következő pár fordulóban. Ez szerintem nagyon mérvadó lesz. Szokásos a Kecskemét, nagyon régóta együtt játszanak, ugye ugyanazok a játékosok alkotják, egy-két újja kiegészülve minden évben, de egy masszív játékerőt képviselnek, ugye center poszton elég erősnek tűnnek, és elég erősek is. Ugyanazt a védekezést és ugyanazt a támadást játszák, tényleg 5 éve összeszokott társulat, úgyhogy egy jó csapat.